A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Üdvözlök mindenkit, ez a Kocsizom. Ahogy a legutóbbi adásunkban is ígértem, a Nissan két alternatív hajtású modelljét is megmutatom ma. Kezdjük is a számomra talán legmeglepőbb változattal. A Nissan Qashqai köszöni jól van. Több mint 3 millióan markolnak fel ilyen slusszkulcsot, a harmadik nemzedék pedig megkapta a lehetőséget, hogy tovább folytassa elődei diadalmenetét. A technikai csemegékre éhes vevők most egy újabb fogalmat és a hozzátartozó egyedi megoldásokat ízlelgethetnek. Ez az e-power hajtáslánc. És hogy avatatlan szem is felismerhesse, a Nissan a hatalmas feliratokon túl egy igen szembetűnő alkatrészt is megváltoztatott ezen a Qashqai-on. A Nissan bevezette, hogy a különböző hűtőmaszkokkal meg lehet különböztetni azt, hogy milyen mértékű az elektromos hajtás bizonyos modelljeiben. A teljesen zárt hűtőmaszk az a tisztán elektromos hajtású modelleké, és bár elméletileg a Nissan Qashqai e-Power is az, itt mégsem zárt hűtőmaszkot találunk, viszont egy igen jelentős, vastag, fekete csík van itt fölül. És akkor nyilván az 1.33-as benzineseknél ez a sáv, ez a fönti sáv, ez nincsen, ez a vastag sáv, hanem ott csak a lyukatott hűtőmaszk az, ami látszik. Belül, hogyha körbenézünk, nincsen túl sok különbség a hagyományos Qashqaiokhoz képest. Igazából itt a váltó kulissza környékét érdemes egy nagyon picikét tanulmányozni. Először is itt van ez a fokozatválasztókar, nem a szokásos módon működik. Egyrészt egy joystickról beszélünk, ami csak egy helyben mozog, tehát nem egy hagyományos váltó kulissza van, amit itt látunk. Hogyha előrefele akarunk haladni, akkor hátrafele pöccintjük ezt a karocskát, akkor ugye D-be áll, ahogy látszik itt a kijelzőn is. Viszont, hogyha üresbe szeretnénk tenni, na akkor már nem lesz ilyen egyszerű, mert hogyha megpöccintem, akkor semmi nem történik, viszont, hogyha hosszan úgy tartom, akkor átáll üresbe, és a rükvercshez viszont nem ugyanez a mozdulat kell, tehát hiába nyomom én most itt folyamatosan, nem történik semmi. Itt a kar bal oldalán van egy nagyon hosszú gombocska, ezt, hogyha benyomjuk, akkor tudjuk a rükvercet kapcsolni. És hát nyilván van egy parkolóállás, az van itt fölül, az a legegyszerűbb, amikor megállunk az autóval, akkor megnyomjuk, és akkor onnantól kezdve nem fog sehova sem elgurulni. Az e-power technológia csak nekünk újdonság. Japánban már évek óta futnak ilyen Nissanok. Európában viszont a Qashqai kapta meg elsőként a Nissan Leaf elektromos modelljének hajtásláncán alapuló technológiát. Az új Qashqai e-power rendszere egy nagy teljesítmény leadású akkumulátorból, változó sűrítési arányú 157 lóerős, háromhengeres turbós benzines agregátból, generátorból, inverterből és egy rendkívül combos 140 kW-os elektromotorból áll. Utóbbi azért is fontos, mert az autó mozgatását kizárólag ez az egység végzi, az ólommentessel működő erőforrást pedig szigorúan csak a töltés miatt építették be. Vagyis bár elektromos hajtású a Qashqai e-Power, nekünk a kábellel töltögetéssel soha nem kell bajódni. Egyedül a benzinkútra kell begurulni, amikor kifogy a nafta az üzemanyagtartályból. Most a kijelzőn éppen azt nézzük, hogy a benzinmotor elkezdte tölteni az akkumulátort, ugyanis negyedig lemerült. 2,1 kWh az akkumulátor egyébként, amit töltöget. Na most ez igazából sima hibridekben sincsen nagyobb. Viszont ott ugye a benzines erőforrás az igenis a hajtásban is részt vesz. Na most itt a Qashqai e-Powerben pont ez a csodálatos, hogy van ott ugyan egy egyébként elég combos háromhengeres kis erőforrás, na és most megjött ez a hang. Leginkább ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor mondjuk lakótelepen panelban lakunk, és a szomszéd elkezd fúrni. Tehát nagyjából olyasmi hang van. A sebesség növekedésével, illetve a sebesség emelkedésével azért változik ez a tónus, de hogy ennyi igazából. És ahogy látszik itt a folyamatábrán is, tényleg nem hajtja a kerekeket ez a benzines erőforrás. Nincs is fizikális kapcsolat a hajtókerekek, illetve a benzines motor között. Mindig csak a villanymotor dolgozik. Ha ilyen jól működik az e-power rendszer, talán nem is kéne piszkálni vezetés közben, gondolhatnánk, de azért a Nissan megadta a lehetőséget, hogy többféleképpen is beleszólhassunk a bal egyben. Először is háromféle üzemmód közül lehet választani. Van egy sportállás, van a standard, ebben indul mindig az autó, és van egy ekoállás is. Ahogy a nevükből adódik,
nyilván az eco az a gazdaságos, a standard az a minden tudóállás, ha pedig állandóan sietnünk kell, akkor van a sport lehetőség. Ezt itt a váltók mögötti gombocskával lehet, egy D-mód feliratú gomb van, ezt a megfelelő irányba pöckölgetve választhatjuk ki a megfelelő üzemmódot. Én eddig csak a standard üzemmódban használtam úgy az esetek 80%-ában az autót, tökéletesen megoldja ugyanis a legkülönfélébb szituációkat a Nissan Qashqai e-Power. Egész egyszerűen azért, mert annyira instant a gyorsulás, most itt van pont a város végét jelző tábla, és ez most nem is volt kövérgáz. Tehát tényleg csak egy nagyon picit legyintettem rá a gázpedálra. Most látszik is, hogy megint elindult a benzinmotor, pont azért, hogy töltse az akkumulátort. Ezt egyébként, amikor ilyen nagy gázadásokkal gyorsítunk, ezt azért elég sűrűn megteszi az erőforrás, de hogyha szépen nyugodtan tudunk vele autózni, akkor nincsen ilyen probléma, akkor nagyon sokat kivár a rendszer. A tapasztalataim alapján, ahogy az előbb is mutattam, nagyjából negyedig engedi kiürülni az akkumulátort, és csútra feltöltve például én sohasem láttam a teszt hét alatt. Ha kiindulunk más márkák hibrid modelljeiből, ott is 20 és 80% között váltakozik az akkumulátor töltöttségi szintje. Tehát így van beállítva a rendszer, úgyhogy én úgy tippelem, hogy valószínűleg itt is valami ilyesmi a feladata a rendszernek, és tényleg semmi más dolgom nincsen nekem, csak a gázpedált, a fékpedált kell használnom. És ha már a fékpedál itt szóba került, szintén városban egy nagyon jó kis megoldás lehet, ez az e-pedál funkció, ezt Nissan Leaf tulajdonosok már ismerik, nekik talán nem is kell bemutatnom, sőt BMW i3-as tulajdonosok is tudják, hogy miről van szó. Ez az egypedálos üzemmód. Ezt, hogyha megnyomom a gombot, akkor innentől kezdve 0,2G lassulást tud elérni a Nissan Qashqai e-Power is, amint lelépek a gázpedálról. Most, hogyha bekapcsolom, tehát az e-pedált én belövöm, már most érezhető, hogy úgy lassul az autó. Tehát egy kicsit a gázpedálra azért ilyenkor vehemensebben kell rátaposni, mert ahogy elkezdjük felemelni a lábunkat, itt látszik is a kijelzőn, ő már is egyrészt elkezdett visszafele tölteni, és nagyon intenzív a lassulásunk is. Annyi van, hogy van itt a választókarom még egy B betű a D mellett, ez a brake, tehát ez a motorféküzem. Annyi a különbség a kettő között, hogy motorféküzemben nem olyan intenzív a lassulás, hogyha nem kapcsolom be az e-pedált, illetve nem villan föl a fékpedál, amikor az autó lassít. Mert hogy egyébként ezt is figyelemmel kísérhetjük itt ezen a folyamatábrán. Tehát most is nincs mögöttünk senki, most hogyha lelépek a gázpedálról, teljesen levettem, látszik is, hogy ő bizony fékez, és szinte majdnem nulláig lassítja az autót. Ilyenkor nekünk összvisz annyi a feladatunk, hogy a legvégén tapossunk a fékpedálra, hogy megálljon teljesen a kocsitest. Ez főleg akkor érdekes, hogyha valaki kifejezetten spórolósra akarja venni a figurát, ugyanis ilyenkor a visszatáplálás mennyisége is határozottan megnő, tehát sokkal kevesebbszer fog a benzinmotor elindulni, és hát egyébként nagyon jó móka, tehát szerintem egy játéknak is ezt abszolút föl lehet fogni, hogy mi az, amennyire fel kell engedni a gázpedált ahhoz, hogy lelassuljon az autó, mi az a távolság, ahol már levehetem teljesen például a lábam a gázpedálról. Tehát én szerintem egyfajta kihívás, egy kis challenge is van benne, hogy ezt hogy lehet megoldani úgy, hogy tényleg fluensen működjön a dolog, és ne az legyen, hogy az emberek itt bólogatnak. Teli találat az e-power hajtáslánc, a legjobb, hogy nincs hatótávpara egy elektromos autóban. Ezt remélhetőleg nagyra értékelik majd azok a korábbi Qashqai tulajdonosok is, akik elgondolkodtak az újon. Viszont a Nissan számolt azokkal is, akiknek elég egy számmal kisebb crossover is. Igaz, abban másfajta alternatív hajtáslánc megoldást választottak. Bevallom őszintén, fogalmam sem volt róla, hogy a franciák ennyire komolyan veszik szerelőik felkészültségét. Bár már majdnem 10 éve, de rendeztek egy világbajnokságot, ahova kijutottak magyar szakemberek is. És ha már arra jártak, elhozták a legjobbnak járó trófeát. Nekünk fehérváriaknak pedig külön büszkeség, hogy a csapat vezetője itt él és dolgozik városunkban. A szervizrovatot a Fabian Auto Kft. Székesfehérvári márka kereskedése és szervize támogatja. Az iskola után ugye rögtön én márka szervizbe tudtam kezdeni. A gyakorlati helyem is francia autós volt már, így a gyakorlati helyem után francia vonalon tudtam maradni, és onnét
sikerült, majd 98-ban itt rögtön már a cég indulásával kezdenem. Egy-két év után már kiemelkedő volt a munkám, és nyilván minden márkaszervizbe kell egy úgynevezett vezetőszerelő vagy műszaki tanácsadó. Ezt nem a márkaszerviz jelöli ki, hanem az importőr. Kell egy olyan ember a műhelybe, egy szakmai vezető, aki eljár oktatásokra, és a problémás feladatokhoz őt teszik oda, és hát a munkámból adódóan ez már így alakult, hogy engem jelöltek ki. 2014-ben a márka meghirdetett egy szakmai világbajnokságot. Ez azt jelentette, hogy a márkaszervizben lévő műszaki tanácsadók a kiemelt szerelők, hogy úgy mondjam, és ő közöttük közel 50 ország, 5000 technikusa között hirdették meg. A kiválasztás az úgy történt, hogy az elmúlt évek szakmai tudása, illetve 2000-es évektől számolva már voltak országos műszaki tanácsadói versenyek, ennek az eredményei és az importőrrel való szakmai együttműködésnek a kiválasztása alapján kerültem én be a csapatba, mert ugye ez a verseny, ez egy csapatot jelentett, egy 4 fős csapatot. Székesfehérváron egyedül én voltam, Budapestről volt 2 kolléga, akiket személyesen ismerek is, hiszen ezekre az oktatásokra, amiről szó volt, ezekre együtt járunk. És egy gyöngyösi kolléga volt még, akinek a szakmai felkészültsége magas volt. 2 fordulóból állt. Az első forduló az egy elméleti teszt volt az importőrnél. Online időre ment. Ha bejutottunk az első 6-ba, mert 6 csapatot vártak ki a világbajnokságra, akkor mehettünk a gyakorlati részre. Hát itt ugye az 50 országból benne voltunk az első 6-ba, azt nem mondták meg, hogy hányadikak voltunk az elméleti tesztbe, de nyilván a lényeg az, hogy kijutottunk. Később körülbelül egy fél évre, 14 októberébe hirdették meg a gyakorlati világbajnokságot. Ez azt jelentette, hogy Franciaországban, Párizsban, a márkának az oktató központjában rendezték ezt meg. Mivel 6 csapat volt, ezért 6 munkaállomáson kellett részt vennünk. Ezek a munkaállomások, ezek forgószínpadszerűen történtek, 45 perces diagnosztizálási idővel. Ezeket a folyamatokat, ezeket különböző módon pontozták, hogy tud a csapat együtt dolgozni. Ez nem azt jelenti, hogy az egyik kolléga vagy gyengébb, vagy erősebb, és egymást kiegészítjük, hanem 45 percben lévő folyamat az annyira sűrű, hogy a munkafeladatokat fel kellett osztani egymás között. Ennek a csapatnak volt egy csapatkapitánya, amit a csapaton belül és az importőrrel egyeztetve én lettem kinevezve csapatkapitánynak. Össze kellett fogni az eredményeket, majd aztán erről beszámolni a vizsgabiztosnak. Volt olyan eset a 6 munkaállomásból, amikor 10 percünk maradt, de egyébként kihasználtuk, ki kellett használni. Az idő az nagyon gyorsan ment, tehát azt észre se vettük. Mintha 5 perc lett volna. A munkaállomások között 10-15 perc szünet volt, és másfél napig tartott a 6 feladatnak a végrehajtása. Meglepett minket az elméleti rész is, meg a gyakorlati rész is, mert a munkahelyen az ember dolgozik, nyilván van múltja, és tudja, vagy mások is látják, hogy az országos versenyek azok már akár 10-15 éves távlatban is mindig megvoltak aranytól bronz fokozatig, de nem tudtuk, hogy milyen magas az elvárás. Az első gondolatom az volt, hogy ezt igazándiból nem fogtam fel, és nem hittem el, ehhez kellett szerintem 1-2 nap, hogy az emberbe tudatosuljon. Persze hallja az ember, és megkapja az érmet, és gratulálnak neki, de nagyon meglepő volt, igen. A mai modern autóknál a komputeres hálózatot egy úgynevezett CAN buszhálózat köti össze, és ezzel kapcsolatos feladatokat csak ő rábízzuk. Ez egy viszonylag speciális terület, elég nehéz a diagnosztizálása, és ezeket a feladatokat, illetve a mai bonyolultabb autóknak a
az elektronikájának a hiba keresését bízzuk rá, csak őre. Ez egy magasabb szint, ahol ami a mai autók már igényelnek ezeket. Illetve a kijelzőkkel kapcsolatos és általában ezeket a modern elektronikával kapcsolatos feladatokat külön rábízzuk. Az ottani szerzett tapasztalatok is segítették a további munkámat, azt mondom, hogy szakmailag, tehát mert mindig tanul az ember, és mindig találkozik új dolgokkal. A szervizrovatot a Fábián Autó Kft. Székesfehérvári márka kereskedése és szervize támogatta. Nem sok modell mondhatja el magáról, hogy benne van a 10 milliósok klubjában, a Suzuki Swift azonban az elmúlt 4 évtizedben ezt is elérte, miközben a legtöbb magyart új autóba is ültette még a 90-es években. Nem is tudunk úgy végigvonulni az utcán, hogy ne botlanánk bele valamelyik generációjába. Mivel pont most 2023-ban 40 éves a Suzuki Swift, itt a lehetőség, hogy mi is megemlékezzünk a modellről. A Kultusz név kétségkívül könnyen megegyezhető volt, Európában mégis SA310 és SA413-ként érkeztek a Suzuki kis autói. Viszont szerencsére nem kellett sokat bajlódni a kódok megjegyzésével, 1986-tól a sokkal hangzatosabb Swift felirat virított a csomagtér fedélen. A kocka formájú első nemzedéket végül 1988-ig gyártotta a Suzuki, majd ezt követte a kigömbölyödött második generáció. Az MK2 kódú Swift 1991-ben kapott egy frissítő kúrát, amely elsősorban a lökhárítókat és a műszerfalat érintette. Nekünk, magyaroknak pedig rövid idő alatt ez lett a népautónk. Még friss élmény volt mindenkinek a rendszerváltás, amikor 1991-ben a Suzuki japán vezetősége úgy döntött, Európában egyedüliként Magyarországon állítanak fel autógyárat. A tervre hamar kezet adtak, majd 5,5 milliárd forint alaptőkével megalakult a magyar Suzuki RT, sőt ugyanebben az évben az esztergomi gyár alapkövét is letették. 1992. október 5-én pedig elkészült az első magyar gyártású Swift. A 93-ban a nagyszüleim úgy döntöttek, hogy vásárolnak egy új autót, és így vásárolták a Swiftet. Idővel, ahogy öregedtek, egyre kevesebbet használták, és a végén már csak műszaki vizsgára hordták el az autót, és 2003-ban döntöttek úgy, hogy már nem vezetnek többet, ezért nekünk adták az autót. Nálunk a családban akkor mindenkinek volt autója, ezért én meg viszont pont akkor tettem le a jogosítványt, ezért pont hozzám került friss jogsival ez az autó, akkor még teljesen gyári formájában. Én is használtam körülbelül 10-12 évig, és utána átment teljes mértékig hobbi autóvá, amivel csak találkozóra, meg hétvégi jó idős kirándulásokra használom. Hiába a folyamatos frissítések, a Swift fölött eljárt az idő. 2003 márciusában legördült az utolsó ötajtós Swift is az esztergomi gyártósorról. A következő generáció, bár a finishben volt már, 2005-ig várni kellett rá. És emiatt alakult ki az a helyzet is, hogy 2003-ban és 2004-ben például Magyarországon az éppen akkor megjelent 2-es Ignis volt a legtöbbet eladott modell. Hozzáteszem, már az is lógott azért a levegőben, hogy rövidesen érkezni fog az új generáció, már fotókat közölt a Suzuki, 2005-ben meg is érkezett, és hát természetesen azonnal instant siker lett. Olyannyira megugrottak az eladások, hogy alig egy évvel később, tehát 2006 októberében már 1 milliónál tartottak az esztergomi gyárban, és mit ad Isten, pont egy Suzuki Swift lett az 1 millió modik autó, egy ugyanolyan hófehér, mint például ez az autó, amiben most én is ülök. Az MK4 Swift minden tekintetben hatalmas változás volt. Az autó formavilága sokkal modernebb lett, a biztonsági berendezéseknek hála már a törésteszteken sem vérzett el a modell, és megkapta a 4 csillagos minősítést az Euro NCAP-tól. Az igazán nagy dobás aztán az volt, amikor piacra dobták a Swift Sportot. A Swift Sport 11 év kihagyás után pont ott folytatta, ahol az utolsó Swift GTI abba hagyta. Mivel több plusz kilót is felszedett magára a modern Swift, hiába lett 125 lóerős, gyorsulásban ugyanúgy 9 másodperc környékét tudta. Igaz, első Swiftként hivatalosan is elérte a 200 km/h végsebességet. Úgyhogy ez a generáció, ez nagyon fontos több szempontból is. Egyrészt a nagy visszatérés a Suzuki Swift számára, a másik pedig az, hogy a sportmodellek is
ugyanezzel a nemzedékkel tértek vissza, és azóta is folyamatosan megvannak. 2010-ben a soron következő 5. generációt sokan egyszerű frissítésnek tekintették, pedig valójában az autó legtöbb része megváltozott. A leglátványosabb átalakulás belül történt, míg a Swift órában lecserélték a korábbi benzines erőforrásokat, és mindössze egyetlen 1,2 literes szívó agregátot kínáltak az 1.25-ös dízel mellett. Amit talán csak a gyáriak közül tudtak néhányan, hogy a Swift hazai gyártása ezzel a szériával fog kifutni. A 2017-től kapható 6. nemzedéket ugyanis már Japánban szerelik össze. De nem csak ez az egyetlen újdonság a most is futó Swift generációban. Ma tényleg ott tartunk, hogy egy Suzuki Swift is megáll magától városban, ha esetleg nem figyelünk. Figyelmeztet minket különböző cikis helyzetekre, sávot tart, távolságtartó tempomat van benne, tehát tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok minden van benne. Ha a ménes számot nézzük, 83 lóerőt tud ma az 1.2-es lágy hibrid Suzuki Swift. A sportváltozatról viszont szerencsére nem hajlandó lemondani a Suzuki. Bár kezdetben 140 lovas volt az immár 1.4-es turbomotor, ám 2020 óta a hibridesítéssel együtt a Swift Sportba is a 129 lóerős lágy hibrid egységet építik be. A Swift az mindig igyekezett lépést tartani a különböző igényekkel, amit ettől a kategóriától és amit a Suzuki-tól elvárnak az emberek. És azt én úgy gondolom, hogy mindig teljesítette. Ugyanúgy, ahogy most is. Mára már több mint 10 millió eladott példánynál tart a Swift. Számunkra ráadásul külön büszkeség, hogy a Magyarországon legyártott 1 millió modik után a 2, majd a 2,5 millió modik autó is egy Swift volt. Az adás elején ott hagytuk abba, hogy a Nissan előhúzott a kalapból egy újabb környezetkímélő modellt is. Igaz, a Nissan Qashqai-nál egy számmal kisebb méretosztályból. Íme a zöld kompakt SUV-k legújabb tagja. Már az első Juke tervezésekor tudták a Nissan szakemberei, valami alapvetően különböző négykerekűt akarnak, ami nem csak egyszerűen egy lekicsinyített Qashqai. Már 2006-ban belefogtak a projektbe, de annyira komplexnek tűntek az elképzelések, hogy csak 3 évvel később álltak elő egy demoautóval. Igaz, a 2009-es Kazana tanulmányautó gyakorlatilag rárúgta az ajtót a kompakt SUV piacra, a sok azonos fémdoboz között meglepő volt a teljesen gömbölyedett formavilág a hatalmas kerékjárati ívekkel és a merészen domborított lemezekkel. Legnagyobb meglepetésre a széria érett modell alig különbözött a koncepciótól, neve azonban a kevésbé hangzatos Juke lett. Ez azonban nem zavart senkit. Az európai piacon 2010. októberében jelent meg a Nissan újdonsága, és a forgalmazás első hónapjában 15 ezeren rendelték meg az autót. Pont a fél éves kozmetikázás előtt, 2014. májusában viszont elérte a 500 000 eladott példányt a Juke, majd újabb 4 esztendő múltán már 1 millió zsebben lapult a Nissan kis városi crossoverének kulcsa. Az első nemzedék 9 évnyi gyártás után adta át a helyét a második generációnak, csak hogy valami ezúttal elmaradt. A második generációs Nissan Juke-ot elég sok kritika érte azért, mert hogy mindössze egyetlen motorból lehetett választani, tehát nem volt túlzottan bőséges a kínálat. Igazából csak egy dolgot kellett eldönteni, hogy mire van szüksége az embernek, automata váltóra vagy pedig manuális váltóra. Nyilván a felszereltségbeli dolgokat azt most nem említem, mert ott azért volt több lehetőség. De alapvetően egy kicsit combosabb hajtáslánc azért hiányzott, legyünk őszinték, főleg, hogy az első generációs Nissan Juke-ból azért még dízel is volt a palettán. Szóval valószínűleg ezen azért elgondolkodtak a Nissan mérnökei is, és megszületett a megoldás, de hát nyilván mivel most már mindenhol zöld modelleket dobnak piacra, azért a Nissan sem maradhatott le ezen a téren, főleg, hogy ők azért nagyon sokat foglalkoznak ezzel a témával, gondoljunk csak a Nissan Leaf-re, vagy a különböző egyéb alternatív hajtásmódú Nissanokra. Úgyhogy megszületett a Nissan Juke Hybrid, ami igazából csak időkérdése volt. A Renault Clio E-Tech rendszerét okosan befaragták a bódéba, rápattintottak egy-két hibrid feliratot, és már úton is lett minden idők egyik legtakarékosabb Juke modellje. A rendszer alapja egy 1,6 literes, 94 lóerős, szívó benzines agregát. Ehhez kapcsolódik egy szintén Nissan eredetű villanymotor, míg a Renault adta a 15 kW-os nagyfeszültségű indítót, generátort, az invertert, az 1,2 kWh vízhűtéses akkumulátort, valamint a multimodális sebességváltót.
Az erőátvitel különlegessége, hogy a benzinmotorhoz kapcsolódó 4, a villanymotorhoz kapcsolódó 2 fokozat váltásához körmös tengelykapcsolót használnak a hagyományos szinkrongyűrűk helyett. És hogy mindez mit jelent hétköznapi körülmények között? Hát egyrészt egy szuperintenzív gyorsulást, nyilván annak is köszönhetően, hogy nincsen például hagyományos értelemben vett váltó. Ez az egyik, az instant gyorsulás. A másik pedig az, hogy rendkívül sokat megy elektromos üzemmódban a Nissan Juke hibrid. Tehát tényleg annyira feltűnő, hogy most éppen pont ez egy rossz példa, hiszen éppen megy a benzines erőforrás, hallatszik is ilyenkor egy ilyen jellegzetes duruzsolás, de ahogy egy kicsit visszább veszem a gázpedált, már is itt felvillan az EV felirat ezen a műszeren, itt a baloldali kombinált műszeren, és hirtelen megszűnik a motorzaj, ugyanis elektromos üzemmódban megyünk. Ezt egy kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor az átfolyásmérőt vagy a pillanatnyi fogyasztásmérőt figyeljük, pont azért, hogy deciket nyerjünk akár csak, de hogy tényleg gazdaságosabban tudjunk vezetni. Itt is igazából nagyjából erre kell figyelni, hogy a gázpedált azt milyen intenzitással tiporjuk. Ez nagyjából elmondható nyilván minden autóra, nem csak a hibridekre, de itt ez különösen azért fontos, mert hogy az lenne a cél, hogy minél többször a villanymotor mozgassa az autót, és ebben tényleg a Nissan Juke az nagyon jó. Az 1.6-os motor időnként azért bebeszáll, olykor csak tölteni, padlógázra viszont nyilván ott már a hajtásban is részt vesz. Másképp is tudjuk mi egyébként ezt a hibrid rendszert használni, méghozzá különböző üzemmódok kapcsolgatásával. Erre itt van egy gombocska a váltókar mögött, egy D-mód felirat található rajta, és először nem igazán értettem a kiosztást, de aztán meg rájöttem, hogy igazából tök logikus az egész. Ugyanis, hogyha lefele nyomom a gombot, akkor az Eco állás aktivizálódik, itt látszik is a kijelzőn, itt középen ilyenkor megjelenik egy Eco felirat. Ilyenkor érezhetően visszabállnak a lovak is, tehát sokkal jobban kell nyomni például a gázpedált, hogyha tartani szeretnénk a tempót. Miért fontos ez? Nyilván amikor mondjuk városban, dugóban araszolgatunk, akkor teljesen fölösleges, hogy az összes ló rendelkezésre álljon, tehát olyankor igenis van létjogosultsága ennek az Eco módnak. Most a következő állás az ugye elméletileg a standard kéne legyen, de hogyha én fölfele nyomom a gombot, akkor a sport aktiválódik. Hát ez nem jó, mert közte van valami kis bibi. De hát nyilván gondoltak erre a Nissannál, és hogyha lefele húzom a gombot még egyszer, akkor ugye most a sportból visszamentünk az Eco állásba, és hogyha újra lefele nyomom meg a gombot, akkor megyünk a standardbe. És nyilván, hogyha fölfele pöckölöm a gombot, akkor sportállást aktiválunk, ha még egyszer megnyomom fölfele, akkor visszamegyünk a standardbe. Ez a standard állás nyilván ez az, ami minden indításkor aktivizálódik, tehát ha Eco-ban, ha sportban esetleg megállunk, a következő indításnál a standard üzemmód, amivel indul a Nissan Juke hibrid. Szóval tök logikus ez a kis gombocska, ezt meg kell szokni, hogy ez így működik, és innentől kezdve, hogyha tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni, akkor tényleg csak a megfelelő irányba kell kattintani ezt a gombocskát. Aztán, hogyha kicsit tovább keresgélünk, akkor itt van ez az e-pedál felirat gomb, itt a kézifék és az automata fék megtartás gomb mögött. Na ez már egy kicsit érdekesebb megoldás, ugyanis ilyen viszont nincsen senki másnál. Ennek az a lényege, hogy amikor aktiváljuk, akkor felerősödik a motorfék hatás. És ez gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy mi innentől kezdve szó szerint egyetlen pedállal, a gázpedállal tudjuk irányítani az autót. Ezt meg kell szokni, mert nagyon intenzív fékhatás érhető el. Most tegyük föl, hogy jön egy kereszteződés, és én már ugye beismertem a távolságot, most megyünk ugye a szabályos városi 50-es tempóval, én aktiválom az e-pedál funkciót, és ilyenkor érzésre egyébként így el is kezd lassulni az autóm ugyanarra a gázadásra. És hogyha teljesen leveszem a lábam a gázpedálról, akkor egyszerűen látszik, hogy átmegy töltési üzemmódba, és hihetetlen módon elkezd lassulni az autó. Tehát most, ha csak 21-2-ről elkezdünk lelassítani, nyilván a legvégén ott most gurulunk, tehát látszik is, hogy nem álltunk meg teljesen. Most éppen mutatom is, hogy 7 km/h szakítunk. Tehát ennél jobban nem lassítja le az e-pedál használatával sem az autót. Tehát igenis a legvégén nekünk rá kell taposnunk a fékpedálra, ahhoz, hogy megálljunk teljesen. Szóval tényleg nagyon jó. Most megmutatom egyébként csak összehasonlításképpen, hogyha kikapcsolom az e-pedál funkciót, most fölgyorsítunk akkor gyorsan 50-re. Felépek a gázpedálról. Na, ilyen a lassulás az e-pedál funkció használata nélkül.
Tehát nem annyira intenzív, bár mivel az elektromotor itt is már dolgozik és elkezdi lassítani az autót, hiszen a visszatöltés az ugyanúgy működik ilyenkor is, hagyományos autókhoz képest azért jóval érzékelhetőbb a lassulás. Itt van a fogyasztás, ez éppen 5 litert mutat. Ez a vegyes fogyasztási adat, amióta elhoztam az autót, az a nem egész 200 km alatt sikerült ezt összehozni. Ennek körülbelül, hát szerintem a fele az, ami város, egy nagyon pici autópályás szakasz van, tehát hogyha most tényleg ilyen százalékosan kell lebontani, akkor azt mondom, hogy kb. Az egy ilyen 15-20%, a maradék 30% az főút. Tehát ebből is látszik, hogy tényleg nagyon jól beosztja egyrészt nyilván az üzemanyagot is innentől kezdve a Juke Hybrid, hiszen elsősorban tényleg azon dolgozik, hogy minél többször a villanymotor hajtsa az autót. Nem is kérdés, hogy szükség volt a Nissan Juke Hybridre, hiszen ez egy újabb opció azoknak, akiknek tetszett eddig is az autó, de úgy gondolták, hogy egyetlen motorral azért nincsenek túlzottan kisegítve. Fáznak a háromhengeres erőforrástól, nem szeretik a turbós motort és egyéb dolgok, hiszen azért legyünk őszinték, vannak ma még olyan emberek, és ezt én el is ismerem, hogy én is közéjük tartozom, akik esetleg egy szívómotort is többre értékelnek. Itt nincsen se turbó, az igaz, hogy egy elég komplex rendszer van az autóban, de attól függetlenül szerintem ez egy nagyon okos döntés volt a Nissan részéről, hogy ezt felkínálta a Juke vásárlóknak. Az a kérdés nyilván, hogy azért ezt a technikát, ezt azért jóval erősebben és bátrabban árazta be, mint a többi Juke-ot, hogy akik erre az autóra voksolnak, vajon hajlandók-e kifizetni azt a különbözetet. Ha kifizetik, én úgy gondolom, hogy egyáltalán nem járnak rosszul, sőt, de hát ezt majd az idő igazolja. Én egyébként nagyon drukkolok a Nissan Juke-nak, mert nekem nagyon tetszik ez így, ahogy van. Kellett tehát már egy olyan variáns a Juke-ból, ami legalább takarékosabb lehet a literes háromhengeresnél, és most itt van. Cserébe mindössze a csomagtartó méretet ér el a hagyományos tüzelésű Juke modellekhez képest. Az ideépített 1,2 kWh-s akkumulátorpak miatt 68 literrel csökkent a puttony mérete, amit talán soha nem is veszünk észre. Ennyi volt mára, köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. Ne feledjék, két hetente várjuk Önöket friss adással, melyeket a korábbi műsorokkal együtt a Fehérvár Televízió YouTube csatornáján bármikor visszanézhetnek. És ha már arra járnak, kérem ne feledkezzenek el feliratkozni sem, hogy első között értesülhessenek a friss tartalomról. A Fehérvár Média Centrum online felületén, az fmc.hu-n pedig autós cikkeinket is olvashatják. Két hét múlva ismét apa autóba ülök 20 év után, majd megmutatom azt a Citroent is, amitől már a bemutatójakor is nagyon sokat vártak el, és mi is elbúcsúzunk a Ford kis autójától. Nézzenek minket akkor is, addig is minden jót! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.